Már korán reggel megkezdődtek az előkészületek szombaton a kézművesek házában. Az adventi időszakhoz közeledve az asszonyműhely foglalkozáson karácsonyi dekorációt, ajándékot készíthetnek hétvégenként a szorgos kezű asszonyok. Székelyné Erika is a foglalkozások rendszeres látogatója. Angyalkának a szárnyát fogom megrajzolni, körbevágni, és utána szállítjuk az adventi ünnepkörbe, készülünk egy pár kis ajándékkal a családnak, vagy a rokonoknak, unokáknak, vagy esetleg a szomszédoknak. Az asszonyműhely vezetője Bodáné Fenyves Zsuzsa elárulta, hogy a következő hétvégéken mézes kalácssütéssel, csuhézással és varrással is készülnek az érdeklődők számára. Hát most már itt van az adventi időszak kezdete, úgyhogy most a következő két hétvégén, vagyis nem hétvégén, hanem két asszonyműhely alkalom, már a karácsonyra készülünk. Nagyon sok apróságot hoztam, varrunk kézzel is, géppel is, úgyhogy ajándékokat készítünk a mai napon. A foglalkozásnak bár asszonyműhely a neve, de a fiatalabbakat is várják, hogy időben elsajátíthassák a mindennapokban is fontos praktikákat. A következő alkalmat november 25-én tartják majd megszokottan a Rácz utcai kézművesek házában.